Az év kertbarát közössége oklevél és a Somogyi Imre érem díszítette az asztalt a Mosonmagyaróvári kertbarátok körének májusi előadásán. Az egyesület elnöke, Jáni Lajos néhány órával az előadás előtt vehette át az országos elismerést Budapesten, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségétől. Ez számunkra ez egy kitüntetés, mert 68 vagy 70, nem tudom pontosan, Kertbarát Egyesület közül ugye minket véltek annak, aki folyamatosan fejlődik, hozza azt, amit elvárnak az egyesületektől, és minden évben csak egy ilyen díjat adnak át. Két évvel ezelőtt a győriek kapták, most a Mosonmagyaróváriak. Jáni Lajos rövid beszámolója után a kertbarátok új tagfelvételről döntöttek, majd dr. Varga Jenő, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézetének kutatóállomás vezetője tartott előadást a résztvevőknek a körtefákról. Az előadáson elhangzott, hogy a körtefáknak nagy fényigénye van, de fontos a vízigényére is figyelni. Ugye a vízigény az úgy vonatkozik, hogy ez a 800 mm, amit szoktunk mondani, ez most Magyarországon tavaly 450 volt. Tehát értem szerint a többit után kell pótolni. A lombon történő nedvességfelvétel sokat jelent, de természetesen az öntözésre is kell fókuszálni. Az előadáson a körtefák metszéséről is szó esett. Végül a kertbarátok megbeszélték a következő időszakra vonatkozó teendőiket, hiszen mozgalmas hetek és hónapok előtt állnak az egyesület tagjai. Először is lesz egy bizonyos kerékpártúra, hogy egy kicsit kilazuljunk, és május 13-án szombaton lesz halászi horgászton egy horgászverseny, oda megyünk el, megnézzük, milyen halat fognak, várnak is bennünket. Ott lesz egy halászléfőzés, rántott hal, és aki eljön kerékpárral, az remélem jól is fogja magát érezni ott. Emellett több közös kirándulást is terveznek a kertbarátok, de folyamatosak a munkálatok a kertekben, hiszen az egyesületi tagok többsége idén is megméretteti kertjét a legszebb konyhakertek programban. Mindezen felül pedig már zajlanak az előkészületek a szeptemberi terménykiállításra is.